egy hiteles embertől hallotta a közönség, hogy türelmet kér, hogy biztos, hogy egy nehéz mérkőzés lesz. Elnézést kérek a mérkőzés utáni távomaradásomért. Megmondom őszintén, hogy kiment a fejemből, hogy a végig kell menni a mixen, és a másik dolog pedig, ahogy futottunk a mérkőzés utáni levezető futáskor, akkor láttam a lányomat, hogy elaludt a bátyám kezébe, és siettem, hogy gyorsan menjünk haza. És akkor jutott eszembe, vagyis akkor szóltak, hogy hol vagyok, amikor már hazaértem. Úgyhogy elnézést kérek a kellemetlenségért. Nagyon jól éltük meg, mondhatom az egész csapat nevében, hál' Istennek nem csak a pályán tartottunk össze, hanem azt mondom, a mérkőzés örömeit is együtt éltük meg nagyjából, aki ugye megengedhette, és nem családos, vagy éppen elengedték, úgyhogy azt mondom, ez is egy olyan visszajelzés mindenki részéről, hogy tényleg nem csak körbe megyünk, és mindenki siet haza meccs után, hanem igenis együtt tervezzük, hogy hogyan tudjuk ebből a legtöbbet kihozni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy szokásos finn forgatókönyv szerint az utolsó pillanatokban sikerült megnyernünk a meccset. Nagyon-nagyon fontos volt, nagyon-nagyon kellett mind a csapat szempontjából, mind a mi megítélésünk szempontjából, meg hát annak is, hogy természetesen így ismét visszajött az a remény, hogy most már kezd igaz lenni az, hogy az elején ugye többek között én is felvertem vállalni azt, hogy lehet igenis esélyünk, meg beszéltünk arról, hogy szeretnénk kijutni, vagy szeretnénk odaérni minimum a harmadik helyre. Ez hál' Istennek az utóbbi meccsek sikerei alapján ismét reálisnak tűnik, úgyhogy tényleg csak a legnagyobb dolgokat, vagy a legszebb dolgokat tudom erről a hétvégéről elmondani. Nekem ugye egy sajnálatos sérülés miatt el kellett hagynom a pályát. Ugye az első fél idő vége felé volt egy ütközés, ami következtében szerintem a saját könyököm csúszott be ide a lengőbordámhoz. És hát annak, hogy a másik félre vissza tudtam menni, az nagyban köszönhető az orvosi stábnak, mert nagyon sokat megtettek azért, hogy pályán maradhassak. És ott a második fél, ötödik percében ugye szintén egy ütközés következtében ugyanazt az érzékeny pontot találták el, és akkor jött az a pillanat, amikor úgy éreztem, nem tudom folytatni a játékot. De hát ennek ellenére most még itt tartózkodom, és bízom benne, hogy holnapi nap folyamán pályára tudok lépni. A doktor úr garantálta, hogy rendbe hozza ezt, vagyis egy olyan injekcióval pályára tudok lépni, aminek következően fájdalmat nem nagyon fogok érezni. Ennek majd most lesz a próbája edzésen, úgyhogy de meglátjuk, hogy a kapitány is úgy gondolja, hogy pályára tudok esetleg lépni a holnapi nap folyamán. Nagyon örülök a győzelemnek, hogy egy ilyen szoros mérkőzést tudtunk hozni hazai pályán. Lehet mondani, hogy nyomás alatt játszottunk, hiszen kellett nekünk a győzelem ahhoz, hogy arról tudjunk beszélgetni most, hogy van lehetőségünk arra, hogy fölzárkózzunk a csoportba. Úgyhogy egy jó ellenfelet győztünk le. Azt gondolom, a finn csapat bizonyította azt, hogy jó csapat, és jól is játszottak, jól passzoltak. Nehéz volt ellenük játszani, de nagyon örülök a sikernek. Ez óriási eredmény a számunkra, és örülök annak is, hogy a szurkolóinknak tudtunk örömet okozni ezzel a győzelemmel. Amellett tudok megint csak ismételni ezt a szót lobbizni, hogy jövőre is vele kezdjük meg az évet, úgymond. Egy olyan döntést fog hozni, ami nagyon remélem, hogy a csapat szempontjából abszolút pozitív lesz, és sikerült ezzel a eddigi három mérkőzéssel meggyőznünk, hogy igenis, amit kért tőlünk, vagy amit elvár, vagy amit beígért, azt látta, hogy emberekre talált, és meg tudtuk azt valósítani, úgyhogy én azt mondom, hogy ez elégnek kellett volna szerintem, vagy kellene, hogy legyen, hogy igenis az a dolog, ez működik vele, úgyhogy most itt felesleges nekünk bármit mondani, szerintem ezt úgyis neki kell, vagy ahogy tudom én ugye a családjának meghozni ezt a döntést, biztos, hogy nem egyszerű. Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy holnap is még nehezebbé tegyük a döntését, és egy jó mérkőzésen győzzük le az oroszokat, aztán legyen még nehezebb ez a döntés. De hát remélem, hogy nem lesz olyan nehéz. Én nagyon bízom benne, hogy így együtt marad ez a keret, ez a csapat, mert ez a csapat szó alatt mindenkit értek, aki ezt a vállalatot jelen pillanatban alkotja. Egy nagyon komoly egység alakult itt ki ez a rövid idő alatt.
ez, hogy a Balázs az előbb említette, ez mind a pályán, mind a pályán kívül érezhető. Szerintem ennek köszönhető, hogy szinte az egész ország azon van most, hogy a Parit meggyőzze. Mi is azon vagyunk, és tényleg mi is nagyon bízunk benne, hogy a közös munka folytatódik. Az elmúlt hetekben, meg az elmúlt három mérkőzésen nagyon jó közösség alakult ki a válogatotton belül. A Palinak a szemét mindenki elfogadja. Tényleg jó itt lenni edzésen kívül, jól érezzük magunkat, és különösen az a jó dolog ebben, hogy az eredménnyel is párosul, hogy azért igaz, hogy nüanszokon múlt egy-egy győzelem, de talán ez jelzi azt, hogy a csapat együtt van, egységesek vagyunk, egymásért tudunk küzdeni, hajtani, ami egyébként teljesen normális, mivel egy válogatott vagy egy csapatot azt kell, hogy jellemezze, hogy együtt játszik a társaság. A Pali biztos, hogy nehéz helyzetben van most, de én nagyon remélem, hogy maradni fog a csapattal, és meglátjuk az elkövetkező időszakban, hogy fog dönteni, de pozitívak vagyunk a jövővel kapcsolatban. Ez a mérkőzése lesz külön, biztos vagyok benne, hogy ki akarják javítani a hétvégi kudarcukat, még akkor is, hogyha edzőmeccsről beszélünk. Attól függetlenül nem hiszem, hogy hurrá hangulat van náluk, hiszen azért lehet hallani, hogy problémák tömkelege van, akár vezetőségből, akár edzői stábba, úgyhogy szerintem, ahogy én tudom, a játékosokkal sincs meg az a kellő összhang, de különösebben nem is akarok én róluk úgymond beszélni, vagy őket elemezni. Ezt fenn megtettük, vagy hogyha még esetleg holnap kell az én segítségem, akkor azt holnap el fogom mondani, de azt hiszem attól sokkal fontosabb a mi játékunk. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy különleges meccs lesz, úgymond számomra, hogy egy-két csapattársal találkozok, de nem tudom, hogy jelen pillanatban milyen hangulat van náluk. Megbeszéltük, hogy holnap nem fogok kezdőként biztos játszani. A Roli jobban örülne, ha játszanék, hogy hétvégére. Na, a viccet félretéve. Szeretnék játszani, hogyha úgy gondolja a kapitány, hogy beállít, akkor beállít, ha nem, akkor nincs belőle probléma. Minden válogatott meccsnek komoly jelentősége van, legyen bárki az ellenfél, mert nagyon kevés mérkőzés van, és nagyon kevés válogatási lehetőség, így az ilyen mérkőzéseket maximálisan ki kell használni. Most egyszer, hogy papíron erősebb csapat, vagy gyengébb csapat, mindig a más játékot lehet gyakorolni, de szerintem nekünk sokkal fontosabb tényleg, hogy itt a saját játékunk érvényesen az ilyen mérkőzéseken, és hogy az legyen látható igazából, amit mi akarunk játszani. Úgyhogy kevésbé fontos szerintem, hogy az ellenfélhez alkalmazkodjunk. Nem gondolnám, hogy presztízs meccs, hát azon felül, hogy nyilván, hogy bármilyen eredmény lesz ezen a mérkőzésen, biztos vagyok benne, hogy egy-két napig ugye ez szurkálás téma lesz majd, hogyha visszaérkezem. De természetesen én szeretnék ebből győztesen kijönni, úgyhogy már csak azért is, hogy ezt a szép sorozatot, amit itt elkezdtünk, azt úgy fejezzük be, ahogy ez illik ilyenkor. Valamint hát számomra a Kokorin mindenféleképpen az, akivel nyilván nap mint nap együtt készülök, egy óriási tehetségnek tartom, akit bárhol el tudnék képzelni, és ezt most tényleg őszintén mondom, a világon bármelyik csapatban. Akkor a nagy tehetsége lett megáldva, úgyhogy nagyon remélem, hogy holnap nem lesz akkor elemébe. De nagyon sok jó játékos alkotja, úgyhogy kíváncsian várom, hogy melyik 11-en lépnek pályára. Fontos egy edzőnek a kisugárzása, milyen kisugárzása van. A Palival még együtt játszottam, és ugyanolyan az edzői mentalitása, mint amikor játékos volt. Akkor is őszinte volt, akkor is elmondta a véleményét nekem, vagy bárki másnak, és jót tesz az embernek, hogyha van egy olyan karakán őszinte edző, aki megmondja azt, hogy problémád van, vagy ilyesmi. Szóval nem tudom, hogy most ilyen nagy szavakat kell ezekre a dolgokra használni, de meg kell említenünk a közönségnek a biztatását, hiszen azért 80 percen keresztül olyan döntetlen szagú mérkőzés volt, buzdítottak bennünket a szurkolók, mellettünk álltak, és ez nagyon fontos. Azért az elmúlt időszakban sokszor volt olyan 30. percben türelmetlen volt a közönség,
és egy hiteles embertől hallotta a közönség, hogy türelmet kér, hogy biztos, hogy egy nehéz mérkőzés lesz. És jó, hogyha az ember a meccs előtt már elmondja, hogy körülbelül mire lehet számítani. Ha kell, akkor visszahúzott bennünket. Azt mondta sokszor, hogy túl motiváltak vagyunk, és sokszor így is volt, hogy annyira vártuk a mérkőzést, mert annyira akartunk jó eredményt elérni, hogy átment egy ilyen görcsbe. És mondhatom azt, hogy nyugodtan játszottunk, masszívan játszottunk, és természetesen az edzőnek a személye is ilyenkor nagyon sokat számít. Úgyhogy mondom még egyszer, azon vagyunk, mert mindenki, hogy a Pali maradjon. Én már a tavaszi mérkőzésre gondolok, amikor a görögökkel fogunk itthon játszani, az is egy ilyen kiki meccs lesz. Én nagyon remélem, hogy addigra mindenki megfelelő állapotban lesz, játékosok nem lesznek sérültek. Nagyon fontos, amikor nincs annyi játékosod, hogy legyen 50-60 játékos, akik közül lehet meríteni. Mindig a megfelelő pillanatban, abban az időszakban kell, hogy a játékosok jó formában legyenek. Úgyhogy én már egy kicsit előre szaladtam, de hát ilyen vagyok, úgyhogy én már várom azt is.